Balázs. Hello, szia, szevasztok! Itt vagyunk Tokaj és Tarca között az új kerékpáros úton, és a mai napon egy éjszakai tekerést fogunk kipróbálni a Bike Fun Radius első lámpával. Által nem érdekel, mivel megoldásunk, ez a lényeg. Úgyhogy kezdődik visszafele olyan 9 óra körül. Eléggé, hát esőre elhalátjátok, bár a éjszak felől talán derül fel. De még mindig van 30 fok, mindjárt nézem mennyit. 28 fok, hát az se hideg. Annyi, hogy itt a kilométer órában sajnos elemet kellett cserélni, mert hát 1700 km után azt mondta, hogy ő lemerül, hát akkor lemerült. Úgyhogy nulláztuk a kilométert. Jelenlegi állás 17 km a 1700 km után. Na és akkor itt van a kukoricás, helyett a napraforgó. Hát ezt elrontottam, de van ilyen, van ilyen. Forgó. Hát itt sem volt túl sok eső, de ha volt is eső, az hamar felszáradt, mert gyakorlatilag a föld úgy ki van száradva, hogyha kétig este, akkor sem lenne szerintem elegendő. Közben ott a régi és az új szakasz között úgy láttam, hogy már egybe van aszfaltozva, vagyis hát nem is láttam, tapasztaltam, szerintem a kamera is felvette. És úgy látom, hogy a lehajtóknál, behajtóknál már itt az új aszfalt, ahogy látjátok, úgyhogy haladnak itt az építkezéssel, illetve az út lassan készen lesz teljesen. 3 hete voltam, úgyhogy ideje volt eljönni, igaz nem éjszaka akartam, hanem napközben, de hát így alakult. Körben még nem merészkedek, mert szerintem Bodrog keresztúrnál még rengeteg munka van ezzel az úttal. 28 fok, hát azért még hűvös. És úgy látom a bátrak ott velem szemben, hát görkorival jönnek. Hát nem semmi. Én is ki akartam hozni a rollert, vagyis tesztelni Tokaig. Hát lehet, hogy ez még majd meg fog valósulni. Hát ők voltak a rolleresek, bátrak. Mondjuk ha karcalról lehet rollereznek Tokaig, az ilyen hát 7-8 km körül van. Na, a reklám után majd visszajövök. Sziasztok!